Ugorja képbe. Talán nem meglepő kijelentés, hogy a művészeket foglalkoztatja maga a művészi hivatás is, illetve a művészet szerep a világban. Majd olyan képről fogok beszélni, amely szimbolikus nyelvezettel vall a festőművész töprengéseiről. Ferenczi Károly gyönyörűséges Orpheus című festményéről van szó, melyet 1894-ben Münchenben festett. Ez egy nagyméretű olajkép, ami jelenleg a Nemzeti Galériában található. Hadd mondjak el néhány érdekességet erről a képről. Ez Ferenczi egyetlen mitológiai témájú olajfestménye, ami Münchenben a szecesszió hatás alatt készült, sőt, feltehetőleg ott akarta először kiállítani, azonban erre nincs bizonyítékunk, hogy végül is tényleg bemutatta-e ott a képet. Münchenbe való költözése után ez volt az első nagyméretű képe, ráadásul az első, ami nem életkép. Érdekesség még, hogy a mitológiai szereplő kezébe nem lantot helyez, ahogy ez szokás volt Orpheus esetében, hanem egy modern hangszert, egy hegedűt. A műcsarnoki bemutató után, tehát amikor Budapesten is már látták a művet, ezután soha többé nem állította ki Ferenczi Károly ezt a képet, semmelyik gyűjteményes kiállításán. Magyarán a kép kiesett a kegyeiből, nem tetszett már neki, nem vállalta, sőt, Ferenczi Valér, a festő fia elmeséli, hogy később meggondolatlanul ingyen odaajándékozta a képet egy ismerősének, és végül is ebből a magántulajdonból került 1931-ben állami tulajdonba. Az Orpheus című festménynek van egy pár darabja Ferenczi életművében, ez pedig az Ádám című alkotás. Miért nevezzük pár darabnak? Hát mert ugyanabban az évben készült, és nagyon hasonló kompozíció, tehát természeti környezetben ábrázol egy férfi aktot, és a két mű kölcsönösen kiegészíti és értelmezi is egymást. Adva van tehát egy mitológiai és egy bibliai téma, amelyet egyszerre fest, és ez azért nagyon izgalmas, mert közben a fia Valér szerint gyakran jelentette ki, hogy édesapja a legnagyobb mértékben ellenezte, helytelenítette az irodalmias, elbeszélő elem belekeverését a képzőművészetbe. Ennek okát viszonylag egyszerű belátni, nem akart egy lapra kerülni az akadémikus művészekkel, akik mindig csak a témára fókuszáltak, és azt illusztratív módon jelenítették meg. Ezzel szemben Ferenczi a festői kivitelezésre szerette volna helyezni a hangsúlyt. Sokan föltették a kérdést, hogy hát akkor miért festett mégis mitológiai, illetve később nagyobb mértékben bibliai témákat. Erre a kérdésre még vissza fogok térni. Mindkét képen jól látszik, mind az Orpheuson, mind az Ádámon, hogy a festőt ekkor leginkább az érdekelte, hogy hogyan tudja ember és természet kapcsolatát egyfajta szintézisben ábrázolni. Síkbeli dekoratív egységbe vonta mindkét esetben a főalakot és a természetet, foltszerűen festette meg a lombszőnyeget, és egyfajta paradicsomi harmónia sugárzik mind a két képről, illetve ehhez hozzáadódik egyfajta hangulati szimbolizmus, ami azt jelenti, hogy azon kívül, hogy ábrázol egy látványt, az emberi lét nagy kérdéseit is felveti. Ha a két alakot összehasonlítjuk, azt látjuk, hogy Ádám robosztus és egy kicsit ilyen ősemberi jellegű, Orpheus viszont a klasszikus testarányokat mutatja, egy S-hajlatú, tehát tulajdonképpen mint a kontraposztban állna, hogy a klasszikus szobrok, hogy a testsúly az csak az egyik lábára nehezedik, egy nagyon kifinomult tartásban, de mindezen közben természetes és életteli maradt. A stílus szempontjából egyébként még egy másik képpel is párhuzamba állítható, mégpedig a madárdallal, amit 1893-ban festett Ferenczi.
ahol ugyanazok a színek, tehát a zöld és a vöröses színvilág, illetve ugyanaz a téma, tehát egy szép fiatal alak a természet lágy ölén jelenik meg, és bár a madárdalnál nincs ilyen fajta mitológiai utalás, de ugyanaz a nagyon lírai hangulat lengi be mind a két képet. Magához a mitológiához a 19. században nagyon újszerűen viszonyultak, és sokszor aktualizált értelmet kaptak a mitológiai történetek és szereplők. Most egy kicsit Orpheusról hadd beszéljek, mert ő is számos festőt és művészt ihletett meg, akik ugyanilyen modern, szubjektív megközelítéssel fordultak a témához. Orpheusról annyit tudunk, hogy ő az egyik múzsának, Kalliopének volt a gyermeke, a tanítómestere pedig minden művészetek és minden múzsa vezetője, Apolló Isten volt. Orpheus tartják a valaha élt legnagyobb zenésznek és énekesnek, éneke hallatán a madarak rajokban keringtek felette, a halak pedig kiugrottak a vízből, sőt, még a köveket és a fákat is megigézte. Ennek bizony nagy hasznát vette, amikor az Argó utasai között ő is csatlakozott az argonauták kalandjaihoz, és így mentette meg egyszer a hajót, hogy az énekétől az összecsapódó sziklák azok megbénultak, és még azokat is megigézte. Egyébként maga a szó az Orfnél a sötétséget jelent, és ez már előre utal erre a bizonyos alvilág járásra. Talán ez a leghíresebb történet, amit mindenki ismer, ugye, hogy a fiatal feleségét elveszítette, és nem tudott belenyugodni ebbe a veszteségbe, és ezért lement az alvilágba, hogy visszahozza onnan Euridikét. Azonban hát végül nem járt sikerrel, de ebbe a történetbe most nem megyek bele. És végül az örökös gyászban, illetve azáltal, hogy már megismerte az alvilág bugyrait, egy újfajta vallásnak lett a fő figurája, ezt orfikus vallásnak nevezzük. Ez egyfajta ilyen beavatásos jellegű vallás. Hadd mutassak meg egy római Orpheus szobrocskát, egy kis márvány szobrot, ugye a lanttal és a pengetővel ábrázolják frigiai sapkában. Egy Edessa melletti mozaik, szintén római kori mozaikon is láthatjuk, itt ugye körbeveszik a megszelidült állatok, illetve egy kódex illusztráción látjuk ugyanezt a jelenetet. Mint mondtam, a 19. században rengetegen jelenítették meg Orpheus történeteit. Liszt Ferencnek az Orpheus című szimfonikus költeményére is hadd utaljak, ez 1854-ben keletkezett, vagy Byron hasonló című színművére 1862-ből, és Rodin is több Orpheus témájú szobrot készített, ez az Orpheus és Euridike 1892-es, illetve Alexandre Séonnak az Orpheus panaszát mutatom itt még 1896-ból, tehát ez már későbbi, mint Ferencének a festménye. Ferenczi Orpheus feldolgozása láthatóan nagyon modern, egy gyönyörű húsvér fiút látunk, latinosan göndör, fekete hajjal, elmélyülten hegedül az erdő mélyén, és a háttérben látható madár tulajdonképpen jelzi a megigézett erdei állatokat, akik mind hallgatják a zenét, és szinte mi is halljuk, ahogy a hegedű felcsendül ebben a gyönyörű erdei környezetben. Annak érdekében, hogy el tudjuk helyezni ezt a képet Ferenczi életművében, mondanék egy pár szót a pályájáról. Viszonylag későn lépett művészpályára, egy rövidebb római út után, egy egyéves nápolyi tartózkodás során a Nápolyi Királyi Akadémiára járt, ez volt tulajdonképpen az egyetlen egy olyan év, amikor formális festői képzést kapott, és itt nyugodtan találkozhatott az antik Orpheus ábrázolásokkal.
87 és 89 között Párizsban egy magánakadémián, a Julien Akadémián tanult, majd hazatért akkor még Szentendrére, és itt eléggé magányosan élt, amiből mindenképp ki akart szakadni, mert úgy érezte, hogy nem éri elég sok impulzív élmény a művészetének a fejlesztéséhez, és emiatt döntött úgy, hogy családjával együtt Münchenbe költözik, ahol 93 és 96 között élt. Itt valóban egy nagyon pezsgő művészeti élet fogadta, és tényleg jól döntött, és jót is tett neki, mert itt tudott aztán rálépni arra az útra, amit aztán a későbbiekben Nagybányán folytatott, illetve ami meg is hozta számára a sikert az 1903-as első nagy önálló kiállítása során. 1906. januárjától oktatott a mintarajziskolában, és tulajdonképpen az a festői tapasztalat, amit ő eddig összegyűjtött, azt valójában aktfestés oktatása során tudta átadni a következő generációnak. A 19. században elsősorban a romantikával kezdődően a művészet nagyon nagy jelentőséget kapott, legalábbis a művészek szerették volna úgy érezni, hogy a művészet egy nagyon fontos, egzisztenciális jelenség. Friedrich Nietzsche-től idéznék egy mondatot, ami szerintem nagyon jól átadja ezt a gondolatot. Most, mikor az akaratot a legnagyobb veszedelmek fenyegetik, mentő, gyógyírt, tudó, varázsló nőként most jelenik meg a művészet. A lét borzalmának vagy abszurditásának undorát egyedül ő formálhatja át olyan képzetekké, amelyek élhetővé teszik az életet. Orpheus éppen a művészet hatalmának a szimbóluma lehetett, hiszen ő egy varázsló művész, aki művészetének erejével le tudta győzni a fel és alvilág minden fenyegetéseit. Az önmagát és helyét definiálni próbáló művész számára Orpheus egy példakép, egy álomkép, egy vágyálom, egy kapaszkodó, és általa szerettek volna újra hinni a művészet erejében. Erről tanúskodik az is, hogy a müncheni szecesszión éppen az 1893-as tárlaton mutatta be Franz von Stuck az Orpheus című képét. Egyébként ez a festmény aztán reprodukcióként is művészeti folyóiratokban is megjelent, ahol Orpheus alakját, mint a művészet varázserejű képviselőjét jeleníti meg, aki megszelidíti a vadállatokat. Érdekes, hogyha ezt a képet összehasonlítjuk Ferenczi művével, látjuk, hogy mennyivel antikizálóbb, egy igazi, stilizált, antik lírát helyez a kezébe, aranyszalag van a fiú feje körül, arany háttér előtt látjuk, tehát egy sokkal veretesebb, klasszicizálóbb ábrázolás ez, mint amit Ferenczi választott. Franz von Stuck, a müncheni szecesszió jeles vezetője, egyébként ugyanekkor Ádám és Éva alakját is megfestette, tehát nagyon érdekes, hogy minthogyha párhuzamba állítaná ő is ezt a két jelenetet, és én arra gondolok, hogy lehetséges, hogy Ferenczi Károly felfogta a kettő közötti kapcsolatot, és ő maga is tovább gondolta, erre utal az, hogy ő is egy képpárban jelenítette meg Orpheust és Ádámot. Tulajdonképpen mind a két képen az emberi és művészi hivatás miben létére kérdez rá. Ádám ugye éppen kilép az ős természet öléből, és felismeri szellemi méltóságát, Orpheus pedig ennél még többet tesz, hiszen művészetével, mintha helyre tudná állítani az univerzum elromlott harmóniáját, tehát ez, mint a művészet hatalma jelenik meg. Tulajdonképpen az Orpheus kép egy vallomás a művészetbe vetett hitről, és ahelyett, hogy fellengzős, rideg, aranyozott és klasszicizáló lenne, egy mély és őszinte megjelenítése ennek a mitológiai alaknak. Itt tulajdonképpen már választ kaphatunk arra a kérdésre, amit az elején föltettünk, hogy miért ábrázol
valaki, aki idegenkedik az irodalmi témáktól, mégis bibliai vagy mitológiai alakot, hát azért, mert ezek a közismert történetek és személyiségek nagyon tömören tudnak kifejezni egy-egy gondolatot vagy életfilozófiát. Ferenczi az élete további során nem festett mitológiai témájú képet, bibliait annál többet, viszont van neki egy jóval később készült, már Nagybányán, 1899-ben festett Rutén parasztfiú című képe, ami ismerve az előzményt tulajdonképpen egy rejtett Orfeusz ábrázolásnak is tekinthető. Ferenczi Károly nagyon szemérmes, érzelmeit ritkán kimutató ember volt. Ez a képe mégis elárulja, hogy mélységesen hitt a szépségben, a harmóniában, a művészetben. Szívből vágyott arra, hogy a művészet élhetőbbé, napsugarasabbá tegye a világot. Ezt a festményt szemlélve úgy érzem, sikerült neki. Ugorj a képbe, ha elmerülsz, kincsekre lelhetsz. Köszönöm, hogy végignézted a videómat. Ha mindig is szerettél volna egy kicsit többet megtudni a festmények hátteréről, a stílusáról és a jelentéséről, akkor ezek a negyedórás képelemző videók éppen neked valók. Keresd meg a többit is itt a csatornámon. Ha bármi kérdésed van, nyugodtan tedd fel kommentben.